Azt hiszem, bűntudatot és szégyent éreztem, hogy ilyen helyzetbe hoztam magam. Az én hibám volt. Biztos tettem valamit, amivel bátorítottam őket. Magamat okoltam. 1988. októberében Jennifer Zimmerman első éves főiskolai hallgató volt. Fényes jövő állt előtte, de egy éjjel minden megváltozott. Egy átlagos hétköznap este volt. Átmentem hozzá. Nem volt buli vagy ilyesmi. Emlékszem, volt ott pár másik lány és néhány szobatársa is. A következő dolog, amire emlékszem, hogy arra ébredek egy ágyban, hogy nem érzem jól magam. Valami nem stimmel, segítségre van szükségem. Nem láttam az arcokat, csak körvonalakat. És hamarosan rájöttem, mi történik. Évtizedekig kísértette annak az estének az emléke. Teljesen elveszett a bizalmam, hiszen a saját barátom tette ezt velem. Nagyon sokáig küzdöttem ezzel. Miután a férfiak megfenyegették, Jennifer otthagyta a főiskolát és hazaköltözött. Később vette csak észre, hogy terhes. Elmentem egy női klinikára. Oda mentem és csak álltam és bámultam az ajtót. Azon gondolkoztam, hogy nem tarthatom meg a babát, de valami nem engedte, hogy elvetessem. Jennifer megtartotta a gyermekét. 1998-ban, néhány év együttjárás után férjhez ment, és három gyermekük született. Szeretett volna gyülekezetbe járni, hogy gyógyulásra lejjen, de érzelmileg bántalmazó férje nem engedte. Könyörögtem neki, hogy hadd járjak gyülekezetbe. Segítségre van szükségünk, szükségem. Szenvedek, haldoklom belül. Aztán 2015-ben méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. Már elég korán megmondták, hogy csak egy éven van hátra. Egy év. Hát elég mérges lettem ahhoz, hogy életben akarjak maradni, és hogy megmondjam neki, már nem ő diktál. Elmegyek. A kezelések alatt folyamatosan kereste Istent. És mint mondja, ez idő alatt egy szokatlan helyen találkozott Jézussal. Egy sugárkezelőben találkoztam Jézussal. A kezelés annyira erős volt, hogyha eltalálta volna valamelyik belső szervemet, szétroncsolta volna azt. Nyugodtan kellett feküdnöm, és itt történt, hogy találkoztam Jézussal. Jennifer kérte Istent, hogy gyógyítsa és mentse meg. Éreztem a jelenlétét, hogy átölel. Addig a pontig nem is tudtam, hogy kiálthatok Istenhez, és hogy ő válaszol. Nem tudom, vannak erre megfelelő szavak, hogy elmagyarázzam, mit éreztem. Egyszerűen csak tudtam. Tudtam, hogy ő tette, hogy megszabadított. Bátor lettem. Tudtam, hogy bármennyi időm is van hátra, legyen az jó vagy rossz, ha csak egy éven van is, akkor azzal az ő nevét akarom dicsőíteni. Abban a pillanatban tudtam, hogy nem tudnám megtagadni őt. Kérte Istent, hogy változtassa meg a szívét a férfi felé, aki bántalmazta. Isten folyamatosan dolgozik bennem. Csak kell még egy kis idő és türelem saját magamhoz. Meg akarok szabadulni ettől. Nem is csak azért, mert bántott, hanem a járulékos károk miatt is, amit a fiamnak okozott. A főiskolát egy gyermekkel a szívem alatt hagytam ott, aki úgy éli le az élete nagy részét, hogy nem tudja, ki az apja. Jennifer és férje végül elváltak. Szervezete jól reagált a kezelésre, és mára teljesen felépült. A rák megmentette az életemet. Segített, hogy bátran keressem Jézust. Annyi szépség, annyi ígéret, annyi szeretet és békesség van benne. Minden megváltozott, szebb a jövőm. Létrehozott egy alapítványt, mely a családon belüli erőszakot elszenvedett nőknek nyújt segítséget. Úgy indult, hogy egyszerűen csak elmondtam másoknak, ami történt velem. Egykor nekem volt szükségem menedékre és biztonságra, de a sok trauma miatt nem kerestem ezeket. Ma már bemehetek ilyen helyekre, megismerhetem mások történetét, és segíthetek nekik, hogy a női otthonból vissza tudjanak kerülni a saját otthonukba. Jennifer megszabadult a bűntudattól és a szégyentől, és ma már szeretné mindenkivel megosztani Jézus fizikai, érzelmi és szellemi gyógyító hatalmát.
Szó szerint nem tudom befogni a számot. A háztetőkről fogom kiabálni. Annyira szeretem őt. És a tudat, hogy egy ilyen tökéletes Isten szeret engem, nem vagyok méltó rá. Tudom, de akkor is szeret. Ezt a világon mindenkinek éreznie és tudnia kell. Az embereknek szükségük van arra, hogy megszabaduljanak a kötelékeikből, a börtöneikből. Ez a célom.